Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács október 25-i Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlónk. Emléktábla avatás a civil közösségi háznál. Szent Andrási Istvánra emlékeztetnek. Mohácson is alakult munkástanács 1956-ban. Koszorúzás és főhajtás a Tomori utcában, az egykori Tefú épületénél. Hol zsarnokságban, ott zsarnokságban. 56 hőseire és áldozataira emlékeztünk a Deák téren. Cigányvarázs 8. alkalommal a Deák téren, zeneművészet csupa nagybetűvel. 2012-ben adták át a Déli Városrész közösségi célú rehabilitációja projekt keretében az egykori Jókai utca óvoda épületéből kialakított civil közösségi házat. A Mohácsi Roma Önkormányzat által működtetett létesítményt a kiváló Kossuth-díjas festőművészről Szent Andrási Istvánról nevezték el. Október 14-én szombaton a névadó emléktáblájának avatására került sor. A Mohácsi Roma Önkormányzat meghívására a közösségi klubház épületének falán elhelyezett Szent Andrási István festőművésznek emléket állító márványtábla avatását városunk képviseletében Pávkovics Gábor polgármester, dr. Csizmadia Csaba alpolgármester, dr. Kovács Mirella jegyzőasszony, valamint Mohács nemzetiségi képviselői tisztelték meg jelenlétükkel. Az eseményen a Baranya vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Sárközi József mellett helyi roma vállalkozók is részt vettek. Az elesettségből és a kilátástalanságból is van kiút a tehetség révén, hangsúlyozta köszöntő beszédében városunk polgármestere, felidézve a kiváló roma származású festőművész Szent Andrási István életútját. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Mohács város önkormányzata és képviselőtestülete nevében. Ugyan erre a rendezvényre nem készültem beszéddel, de néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Amikor olvastam a művésznek az önéletrajzából néhány gondolatot, akkor egy valami nagyon megragadott, és ez egy üzenet lehet a mostani társadalmunknak is. Nem csak Magyarországnak, Európának, hanem az egész világnak is. Én úgy tudom, hogy a festőművész úr egy otthonban nevelkedett. És azt a világképet, amit az otthonban szerzett, azt megpróbálta a maga javára fordítani. Az elesettségből, a kilátástalanságból, szorgalommal és tehetséggel van kiút. És ez példaértékű lehet a mai fiatalság számára is, és a mai nemzetünk számára is. A másik gondolat az, hogy független attól, hogy ki milyen származású, tehetséggel és szorgalommal el lehet jutni, akár művészetben, akár sportban, akár pedig a magánéletben vagy közéletben, egy olyan szintre, amiről a gyermekkorában még csak álmodott valaki. Ez üzenet jellegű és üzenet értékű a mai világnak és a mai fiatalságunknak. Abban az időszakban, amikor a fiatalok mobilfóbiában szenvednek, ez egy kitörési pont lehet, és ez az üzenet, ez nem csak összekovácsol minket, hanem megmutatja azt az utat, azt a jó utat, amin járnunk kellene. Kossuth-díjas művészről beszélünk. Én azt gondolom, hogy a művészetek terén magyarországi szinten elérte a legmagasabb kitüntetést, és ez is példaértékű számunkra. Szeretném megköszönni a Roma Önkormányzatnak, Kovács Pistinek és a munkatársainak, illetve az alapítványunknak, egyesületüknek, hogy az önkormányzattól kapott apró támogatást arra a célra fordították, hogy ennek a művésznek a saját székházuk falára egy emléktáblát avassanak és helyezzenek el. Ez igazán nagy gesztusérték az ő részükről. Képzeljük csak el, hogy ezt a támogatást akár működésre is felhasználhatták volna. Ennek ellenére ők ezt a táblát választották, és ezzel üzenni szeretnének nem csak Mohácsnak, nem csak Baranyának,
hanem Magyarországnak is, hogy a művészet fontos, és fontos az a gondolat, amivel kezdtem, hogy az elesettségből, a kilátástalanságból is van kiút, szorgalommal és tehetséggel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek ezen a rendezvényen, igen, megtisztelő számomra, és örülök, hogy ilyen sokan együtt vagyunk és együtt ünnepelhetünk, és szeretnék mindenkit arra invitálni, hogy a délutáni rendezvényen is vegyenek részt, hiszen a cigányvarázs rendezvénye igen színvonalas és névós lesz a városunkban, és ezt is a cigány roma önkormányzatnak köszönhetjük. A folytatásban Kovács István, a Mohácsi Roma Önkormányzat elnöke méltatta a névadó festőművészt. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és elsősorban hadd mondjak köszönetet Mohácsváros polgármesterének, polgármesteri hivatalnak, mindazoknak, akik támogatták azt, hogy ezt a csodálatos emléktáblát egy olyan embernek állíthatunk, egy emléktáblát, aki igencsak, ahogy a polgármester úr mondta, méltó rá. Miért is van ez itt Mohácson? Néhai polgármesterünk, Szekó József polgármester úr feltette nekem ezt annó, hogy ezt nem lehetne máshol elnevezni, ezt a közösségi házat. Mondtam neki, hogy de igen, lehetne. Van neki egyáltalán Mohácshoz kötődése? Ő egy olyan ember volt, aki ismerte polgármesterünket, néhai polgármesterünket, aki kétszer rákérdezett mindig arra, hogy mihez adja a nevét. Azt hiszem, hogy jó döntött, amikor azt mondta, hogy támogatja, és nevezük el róla, hiszen én azt mondtam, hogy ő Budapesten él, de Mohácsra hazajárt. Mohácsot második otthonának tekintette, és ez nem csak egy mese, valójában így volt, hiszen, hogy én őt megismertem, ezt ugye Kovács József Hontalannak köszönhetjük, hiszen általa ismerhettem meg, úgy gondolom, hogy Magyarország összes művészét, akik igazán olyan emberek, akikre a cigányság büszke lehet. Tehát, hogyha egy Lakatos Menyhértről beszélek, egy Csolidalóczi Józsefről, és akár a legnagyobb művészekről, zenészekről, egy Robi Lakatosról, 100 évben születik meg egy olyan kiemelkedő művész, aki ma jelen lesz, és elkápráztat bennünket, ifjú Sárközi Lalika, és az egész csapat, aki jelen van. Én úgy gondolom, hogy ma ez az igazi művészet, akire büszke Mohács, akire büszke Baranya vármegye, akire büszke az egész ország, hiszen nekünk ők csak dicsőséget hoztak az országunknak. És ezek az emberek, mind akit én itt felsoroltam, barátként mindig jelen voltak. Amikor Józsinak, a Hontalannak költőnek író-olvasó találkozója volt, akkor ő itt volt. Mindent félretett. Becsület szavamra mondom, nem tudtam azt, hogy azon a napon, amikor mi ezt a közösségi házat megkaptuk, és ez is köszönhető Mohácsváros önkormányzatának, néhai polgármesterünknek, akit nem tudok eleget, még innentől is, hiszen ő itt van velünk fönt, és innen lát bennünket, és ő is örül, hogy micsoda nemes célra fordítottuk azt az összeget, amit a polgármester úr is a csapatától kaptuk. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb öröm nincs számunkra, hogy ezt lehetővé tették számunkra. Még egyszer mondom, hogy amikor ezt a táblát, vagy amikor állítottuk a... Tehát mikor őről neveztük el ezt a közösségi házat, azon a napon, abba az órába, azokba a percekbe
vehette át a Kossuth-díjat. Amikor átvette a Kossuth-díjat, vége volt a ceremóniának, ültek kocsiba, és jöttek ide le, és együtt ünnepeltünk. Miért adtunk élő embernek, neveztünk el egy házat, mert bevallom őszintén, mi Piri Tamásra gondoltunk, hiszen ő volt az ő mestere. Ő volt az ő mestere, és azt mondta nekem, hogy hát, öcsém, nem gondolod, hogy esetleg adjuk oda ezt, mert ő még él, ne a Tominak, hanem a Szentinek adjuk ezt, hiszen sajnos nem sokára is el fog költözni a földi pályájáról, hiszen nagyon nagy beteg volt, és ez a szó engem megragadott, és azt mondtam, ha valójában így van, akkor ő méltó rá, hogy ő kapja meg ezt a díjat. Én úgy gondolom, hogy ez egy ti veletek egyetértve, ez egy nemes gesztus, és köszönöm még egyszer polgármester úrnak és alpolgármester úrnak is, mindazoknak, akik ebbe segítettek, többek között a Ricsi is lobbizott annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A 2020-ban elhunyt Kossuth-díjas, kiváló festő és grafikus művész márványtábláját Pávkovics Gábor, dr. Csizmadia Csaba, Sárközi József és Kovács István leplezték le. Az esemény záróakkordjaként városunk előjárói, versenyközség önkormányzata, mohácsi roma vállalkozók és a helyi nemzetiségi grémiumok képviselői helyezték el koszorúikat. Az 1956-os őszi eseményekre való városi megemlékezés egyik helyszíne a Tomori és a Dózsa-György utca sarkánál található épület, amelynek falán egy márványtábla emlékezteti az utókort. Itt alakult meg a 2013-ban elhunyt Molnár Lajos és társai vezetésével az a munkástanács, amelynek kulcs szerepe volt az itteni események alakulásában. Az egykori teherfuvarozási vállalat, röviden TEFU, jelenleg Tomori konyha épületében alakult meg városunkban az 1956-os forradalmi események hatására a helyi munkástanács. Ennek emlékére 2015. októberében avattak emléktáblát, azóta itt tartja megemlékezését a forradalom évfordulóján a Baranyai Munkástanácsok Szervezete önkormányzatunkkal közösen. Beszédében Cserdi Áron alpolgármester a munkástanácsok szerepének fontosságát emelte ki. 1956. október 23-ára emlékezünk a mai napon, és tudom, sokszor felmerül bennünk, hogy igazából ünnepeljünk-e, vagy tényleg talán úgy magunkba roskadva kicsikét is, ismerve a dolgok folyását, elszomorodva, és talán valamilyen fajta keserűséggel a fejünkben, szívünkben gondoljunk vissza ezekre az időkre. Most én azt gondolom, hogy valahol az a helyes, hogyha megadjuk a kellő tiszteletet mindazoknak, akik 1956-ban, vagy azt követően, az azt követő években, a megtorlás idején is nagyon sokat tettek, akár életüket, szabadságukat is áldozták azért, hogy nekünk egy élhetőbb, egy igazi demokratikus és polgári jövőnk legyen. Hiszen ha most 56-ra visszatekintünk, akkor talán azoknak a sorsa volt a legtragikusabb, akik annak idején idézőjelesen is, vagy akár a szószoros értelmében is fegyvert rántottak a szabadságért, aztán jöttek a megtorlás kegyetlen évei, bebörtönzések, halálbüntetések, és talán már nem is láthatták meg, nem élhették meg azt a kegyelmi pillanatot, amelyet aztán a több párt rendszerre való visszatérés, illetve 1989. október 23-án, tehát 33 évvel a forradalmi események kitörése után a köztársaság kikiáltása jelentett. Hiszen az azért mégiscsak hozhatott valami fajta elégtételt azoknak, a késői elégtételt is, a több évtizeddel későbbi elégtételt is, de mégiscsak elégtételt azoknak, akik annak idején megszenvedték azt, akikkel megszenvedtették azt, hogy 56-ban az igazság és a szabadság oldalára álltak. Mi itt a munkástanácsok és a mohácsi munkástanács emléktáblájánál emlékezünk, amit azért tartok nagyon fontosnak, még ha csak így maroknyain is szoktunk itt összegyűlni, mert bár a tábla talán itt ugye egy kicsikét eldugottabb helyen van, és amit azt mondtam, általában nem ez a legnagyobb tömeget vonzó megemlékező rendezvény, de eltagadhatatlan,
hogy éppen a munkástanácsok szerepe volt óriási 1956-ban, sőt, tegyük hozzá és húzzuk alá 1957-ben is. Az 57-es év az talán abból a szempontból is fontosabb, hogy egy évvel a forradalom aljas vérbefolytása, a leverése után még mindig működtek munkástanácsok. Még egy éven át ki tudtak tartani. Óriási ellenszélben gáncsolták őket, megosztották őket, próbálták beépíteni a saját jól bevált eltársaikat, a lázítókat, a bomlasztókat, de még így is a munkástanácsok egy teljes esztendőn át igazán komoly ellenfelei tudtak lenni az akkori Kádár kormánynak, vagy a Kádár rendszernek, oly módon ráadásul, hogy a Kádár kormányra, hogyha a nevére gondolunk, akkor tulajdonképpen pont az ellentéte volt annak, mint amit hirdetett magáról, de hát ezt már náluk, és abban az időben ezt megszokhattuk, meg a következő évtizedekben is még, azért volt erre jó pár példa, hiszen forradalmi munkás paraszt kormányról beszélt elvileg akkor a sajtó, de ha belegondolunk, mitől lett volna Kádár kormánya forradalmi? Semmitől. A válasz rövid és velős, egyszerűen ennyi. És mitől lett volna mondjuk valóban a munkások vagy a parasztok oldalán? Hiszen tudjuk azt, hogy mik történtek a gyárakban, sokszor milyen esztelen, meggondolatlan intézkedéseket hoztak felülről, vagy akár a mezőgazdaságnak az erőszakos államosítása, mondhatnám szintén, hogy kolhozosítása, tehát TSZ-esítése, ugyancsak mindenről tanúskodott, csak nem szakmaiságról, és nem az ott dolgozók érdekeiről, tehát sem a munkásokról, sem a parasztokról sem szólt az a bizonyos idézőjelesen forradalmi Kádár kormány. Nos, a munkástanácsok ennek a kormánynak is nagyon sok kellemetlenséget és fejtörést tudtak okozni. Ezért is volt az, hogy amit arra utaltam egy-két perccel ezelőtt, ezért is volt az, hogy mindenféle ejtőernyősöket, beépített embereket addig-addig küldözgettek ezekhez a munkástanácsokhoz, meg addig-addig hozták létre a saját szervezeteiket, hasonlóakat, kádári sugalmazásra fogalmazzak így, amíg aztán a végén teljesen ellehetetlenült a munkástanácsok működése, amíg egyszer csak azt látták, hogy tulajdonképpen helyettük a nevükben mondott le egy másik szervezet a sztrájki jogról, ami egy abszurdumba belegondolunk. Ha ez egy komoly munkás szerveződés lett volna, akkor az utolsó utáni dolog, amit felad, az éppen a sztrájknak a lehetősége, vagy a sztrájki jog. És még hosszasan sorolhatnánk, és még hosszasan beszélhetnénk a kommunisták bűneiről is, de én most azt gondolom, hogy inkább adózzunk tisztelettel, és legyen a hangsúly most ebben a néhány percben a tiszteleten azon, hogy mennyit köszönhetünk azoknak az embereknek, köztük a munkástanácsoknak is, az ott tevékenykedőknek, az ott aktívan résztvevőknek abban, hogy itt most Magyarországon demokráciában élhetünk, és hogy szabadságban élhetünk. Ez egy óriási kincs, ezért is kell óvatosan bánni, én azt gondolom többek között a fogalmakkal is. Hogy ki, mikor kiált elnyomást, ki, mikor kiált diktatúrát, mert bizony most már felnőtt egy vagy talán két generáció is a több pártrendszerre való visszatérés óta, 89-90 óta, nagyjából annyi idő telt el, mint amennyi 56 és 89-90 között telt el, és sokan már nem tudják, legfeljebb elmondásból, hallomásból, ha érdekli őket egyáltalán, hogy milyen volt, amikor igazán diktatúra volt, amikor az emberek tényleg diktatúrában éltek, amikor tényleg egyetlen rossz gondolatért több év börtön járhatott, amikor nem értették az emberek azt, hogy egy baráti társaságban, vagy látszólag baráti társaságban elejtett mondat után, aztán egyszer csak nem mentek följebb a ranglétrán, vagy éppen ellenkezőleg még vissza is vetették őket, hiszen már ott volt körülöttük sokszor a legszűkebb, legbarátibb körben is, amit nem is gyanítottak, egy besúgó, aki aztán szorgalmasan körmölte a jelentéseket. Tehát ilyen időket éltünk akkor. Nem volt szabadság, nem volt véleményszabadság se, még nagyon szűk körben sem, és most verset elemezni persze nem fogok, de azért fantasztikus és csodálatosan megvan ez írva az egy mondat a zsarnokságról versben I.S. Gyulánál, hosszú mondat, tegyük hozzá, hiszen nem csak ott van a zsarnokság, amit az előtérben láttunk, hogy ténylegesen, ahogy azt ő is ugye írja, most nem fogom itt ezt a verset elszavalni, de nem csak a ténylegesen a hatalom részéről meglévő közvetlen direkt zsarnokságot láthattuk abban az időben, és tapasztalhattuk meg, hanem ez az, ami aztán átitatódott, átszívódott, átszivárgott a mindennapi életbe is. Amikor már
az anya mosolyában is ott van, hogy csak egy példát mondjak. Nyilván ez nem arról szól, hogy az anya zsarnok lett volna, hanem az, hogy már talán a családon belül sem mert az ember olyan őszintén mosolyogni sem, tegyük föl, hiszen nem tudta azt, hogy mi lesz ennek az ára, vagy mi lesz ennek majd a következménye. Én nagyon nagy tisztelettel hajtok fejet a mohácsi események előtt is, a mohácsi eseményekben tevőlegesen aktívan résztvevők előtt is, hiszen nagyjából sejthették, hogy mit kockáztatnak. És mégis a szabadságvágyuk és a közösségért vállalt felelősségük, felelősségtudatuk az mindent felülírt. És ilyen emberekből ma sincs sok, és akkor sem volt sok, ezért aztán különösen nagy az ő érdemük. Fejet hajtok ezért az ő nagyságuk előtt, és köszönöm azoknak, akikkel itt évről évre emlékezhetünk, még ha egyre kevesebben is vagyunk, de köszönöm azt, hogy itt össze tudunk gyűlni, és hogy talán tudjuk azért ennek vinni a hírét, és még próbálni őrizni a lángját, bízva abban, hogy a szabadságunk a legdrágább kincsünk sosem lesz már veszélyben. Oleksza László, a MOFA munkástanácsának elnöke, alpolgármesterünk gondolatait tovább folytatva, a munkástanácsok mai szerepére is kitért. Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Hazánk egyik legjelentősebb történelmi eseményére. Nem volt ugyan túl hosszú, és a leverését követően példátlan megtorlás kezdődött, melyet a világ közvéleménye és az ENSZ is egyaránt elítélt. De hol is voltak a nyugat közvéleményei, amikor a vezetőik biztosították a szovjeteket, hogy nem nyújtanak segítséget Magyarországnak? Mikor a szülvazi válság fontosabb volt, mint egy kis ország elkeseredett szabadságharca. Emberéletek sokasága, egy nemzet teljes elnyomása volt a szabadságvágy, a hit jutalma. A munkás önigazgatás eszméje által vezérelve gyárak, vállalatok küldöttei megállapították sorra a munkástanácsokat, melyeknek a szerepe a szabadságharc leverése után vált egészen jelentőssé. Január közepéig tartották sztrájkjukat, melyel tárgyalóasztalhoz kényszerítették a Kádár kormányt. Keményen próbálták a forradalom vívmányait védeni. Jól mutatja, milyen nagy társadalmi támogatottsággal bírt a munkástanácsok, mikor Kádár János egyszerűen nem lefogadta Rácz Sándort, hanem tárgyalási szándékkal a parlamentbe csalta. De tárgyalás helyett letartóztatták és vád alá helyezték. Hogy akkor, november 26-án itt Mohácson nem folyt vér, az dr. Pozsevic Albert ügyvéd úr szívhez szóló beszédének és a vele szemben álló Berki Mihály parancsnok lelkiismeretének volt köszönhető. Hála az égnek, hogy a józanész győzött. Oly hosszú ideig nem volt szabad még csak gondolni sem erre az időszakra, nemhogy emlékezni rájuk. Pedig a világháború után végre egységes volt a nemzet. Újra felpesdült a szellemi élet, egy ember, egy akarat volt az ország. Még ha csak egy pillanatra is. A következmények igen súlyosak voltak. Több tízezer honfitársunk volt kénytelen elhagyni hazánkat. A mai világban nehéz elképzelni ilyen hatalmas igazságtalanságokat, hogy elég volt csupán egy nemzeti színű karszallag egy halálos ítélethez. Sok munka vár ránk, az 56-os munkástanácsok szellemi örököseiként. A munkaegészségügy és a munkabiztonság terén is van még mit fejlődni, de a legfontosabb két célkitűzésünk, hogy visszaállítsuk a munkabecsületét. A megemlékezés koszorúzással ért véget. A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének, az 1956-os forradalom és szabadságharcnak a szereplői egyszerű emberek, munkások, diákok, tanárok, színészek voltak, de mindannyian a szabadságért, a demokráciáért, az alapvető emberi jogokért harcoltak, és sokan az életüket is adták e nemes eszmékért. Rájuk, a hősökre és az áldozatokra emlékezett városunk közössége október 23-án a Deák téren. A rendezvény szónoka Gál Csaba, a Városszépítő és Városvédő Egyesület alelnöke volt. A műsort a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola diákjai adták. Napra pontosan 67 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án kezdődött a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye, amely jeles nap 1989. október 23-a óta kettős nemzeti ünnep hazánkban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, amelyet az 1990. évi 28. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.
Mohácsváros önkormányzata nevében köszöntök minden itt megjelent emlékezőt és ünnepelni vágyót. A bevezetőben elhangzott, hogy kettős emlékünnep miatt vagyunk itt. Az október 23-a, az 56-os forradalom, illetve a 3. Magyar Köztársaság kiáltásának ünnepe. A két ünnep, a két esemény egybeesése nem véletlen. 1956 nélkül nem lehetett volna rendszerváltozás, nem élvezhetnénk én már több mint 30 éve a korábban évszázadokon át vágyott függetlenséget és szabadságot. De hát mi is volt a kezdet? Mi volt 1956? A forradalmat mindig a fiatalok csinálják. Jól követhető ez a magyar történelemben is. Második Rákóczi Ferenc 27 évesen állt a szabadságharc élére. A márciusi ifjak indították el az 1848-as eseményeket. De 1956-ban is a pesti srácok többnyire tizenévesek voltak. Tetteiket a bátorság és a szabadság iránti vágy jellemezte. Az 50-es évek Magyarországa a félelem és a korlátozások országa volt. Ezt a félelmet és békjót rázták le magukról azok a fiatalok, akik bátran indultak el a forradalom útján, majd fogtak fegyvert. Személyes szabadságuk reményével együtt hitet tettek az ország idegen hatalommal szembeni függetlensége mellett is. Elég régen történt mindez, hogy egyre kevesebben legyenek közöttünk, akkori szemtanúk, főleg olyanok, akik aktív részesei lehettek az eseményeknek. Még kevesebben vannak azok a résztvevők, akik az akkori mohácsi eseményeket alakították. Mert ha pár nap késéssel is, de Mohácsra is hatással voltak a fővárosban zajló események. Az első napok spontán megmozdulásai után október 26-án indult a nagyobb üzemek dolgozóiból és a gimnázium tanulóiból álló szervezett felvonulás a városban. Tüntettek a Rákosi Gerőféle vezetés, a szovjet katonák jelenléte, az önkényuralom ellen, éltették a szabadságot. Követelték a szovjet katonai vezetők nevére átkeresztelt utcanevek visszamagyarosítását, majd a főtérre vonuló tömeg küldöttséget is menesztett az akkori tanácsi vezetőkhöz írásbeli követeléseikkel. Sokak szemét szúrta a Dunaparti szovjet hősi emlékmű, így délután nagyobb csoport indult ennek lerombolására, ám az akkor nem járt sikerrel. Sem emberi erő, sem a teherautókra erősített sodronykötelek, és a legenda szerint a dunai vontatóhajók sem tudták ledönteni a vörös hadsereget dicsőtő oszlopot. Csak az emlékművön lévő táblákat, díszítményeket és vörös csillagot sikerült akkor eltávolítani. Október 27-től 3000-nél is több tüntető volt már az utcákon. Folyamatosak voltak a szónoklatok, küldöttségek indultak a környező településekre a forradalom üzenetével, szerveződtek a munkástanácsok az üzemekben, és egyre többen kerültek az események hatása alá. A munkások és diákok mellé már értelmiségiek is csatlakoztak, ügyvédek, orvosok, tanárok. Október 28-án katonaságot vezényeltek Mohácsra, de nem történt komolyabb összetűzés. Október 29-én alakult meg Mohácson a Nemzeti Tanács, elnökévé Mayer Ferenc iskolaigazgatót választották, titkárá dr. Hernád Imre főkönyvelőt, leváltották a tanácselnököt és titkárt, további 8 tanácstagot, és helyükre a tanácstagjává választották dr. Posevic György, dr. Szladányi László és dr. Apáti Zoltán ügyvédeket. Nemzetőrség alakult Szendrő Ödön vezetésével. Küldötteket indítottak Győrbe a Dunántúli Nemzeti Tanácshoz dr. Hernád Imre, Pokli János és Köves József személyében. A Városháza erkélyéről délután dr. Csúcs László közölte a tömeggel a tanács határozatait, majd mondott lelkesítő beszédet. A munkástanácsok a 24-én megkezdett üzemi sztrájkok folytatása mellett foglaltak állást a követeléseik teljesítéséig. A városban a hatóságok és a Nemzeti Bizottság járőrszolgálatot hoztak létre,
amely innentől kezdve folyamatosan cirkált az utcákon, a város nyugalma és az atrocitások megelőzése érdekében. Neveket soroltam, közösségünknek ismerős neveket. A Mohácsi 56-osokét. A felsorolásom nem teljes, és nem is lehet pontos. Az időpontok is eltérőek a visszaemlékezésekben, sajnos még várat magára az itteni események részletes és hiteles feldolgozása. Remélem nem sokáig. Az azonban mindenképpen dicsérete az akkori szereplőknek, talán önmagában egy csoda is, hogy nem volt véres üszetűzés a városban és a környéken, nem volt halálos áldozata a forradalmi eseményeknek. Sem egyik, sem a másik oldalon. És nem volt közvetlen halálos áldozata a november 4-i orosz megszállást, a szabadságharc eltiprását követő megtorlásoknak sem. Mert Mohácsra is megérkeztek az orosz csapatok, a mohácsiak közül is nagyon sokan kerültek börtönbe, később sokan kényszerültek elhagyni az országot. Többen veszítették el munkahelyüket az itteni forradalmi szerepvállalásuk okán, és viselték-e bélyeget még sokáig, ezáltal kitörölhetetlen lelkisebeket szerezve. Általános, mohácsi általános iskolásként, majd középiskolásként több tanáromról hallottam suttogni én is, hogy bizony ők 56-osok voltak, börtönben voltak, vagy büntetésben voltak. Mert én már abban a középkorú, egyesek szerint idős korosztályba tartozom, akik nem élték meg, de tanultak 1956-ról. A mi korosztályunk a 60-as, 70-es években élte gyermekkorát. Anyagi értelemben már nem nélkülözve, sőt, akár viszonylagos jólétben, de egy hazug világban. Erős ellenőrzés, kontroll a szólás és vallásszabadság korlátozása alatt, ahol még nem lehetett bármikor és bárhová utazni. Amikor a gondolat sem szárnyalhatott szabadon, meg kellett tanulnunk olvasni a sorok között. Rengeteg dolgot ki- és betiltottak, sok embert megfigyeltek, lehallgattak, besúgtak. Én még nem tudtam, nem tudhattam, mi volt 1956. Nekünk még ellenforradalomként tanították 56 eseményeit, nekünk még kötelező volt a szocialista erkölcsöt és az orosz nyelvet tanulni. Általános iskolában, középiskolában, még az egyetemen is. Egy zsarnoki kor volt. Ezt a kort Ijés Gyula egy mondattal tudta jellemezni. Akik ismerik, tudják, hogy ez viszont egy nagyon hosszú mondat. Mert a kádári kor zsarnoki kor volt. Olyan, ahol zsarnokság van, az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Hát ehhez a korhoz képest volt magasztos esemény számunkra a rendszer megszűnése, emiatt vált fontos ünneppé a köztársaság 1989 évi kikiáltása. Ezzel megvalósult az 56-osok sokáig elképzelhetetlen vágya, ezzel együtt az orosz csapatok kivonulása is megtörtént az országból. Értelmet nyertek az egykori harcok és küzdelmek, független, szabad országban, helyreállított, vagy talán soha meg sem ismert szabadságjogokkal köszöntött ránk egy új világ. Apró mememutónként említeném, hogy majd 45 évvel az 56-os mohácsi események után, akkor a város főépítészeként aktív részese lehettem, és bizonyítója annak,
hogy a valóban vasúti sínekkel erősített betonszerkezet a szovjet emlékmű igenis elbontható. 2001. márciusa óta áll az egykori monstrum helyén egy meghívásos tervpályázat keretében kiválasztott és megépített millenniumú emlékmű. Máskor, más világ, egy új mementó. Nem biztos, hogy minden úgy alakult, ahogy akkor a rendszerváltozáskor reméltük. De az ország évszázadok óta vágyott szabadsága és függetlensége tény. Az emberi és alkotmányos jogainkat a nemzeti alaptörvény garantálja. Egyesek most fölkaphatják a fejüket, de úgy gondolom, ha úgy érzik, hogy ez az utolsó mondatom nem volt igaz, akkor nem sírni réni kell, és nem feljelentgetni és szaladgálni messzi fővárosokban, hanem tenni kell azért, hogy jobb legyen a sorsunk. Biztosan van mit javítani a jelenlegi helyzeten, de ezért tenni kell. Idejövet véletlenül számolgattam, és éppen egy évvel több az az időszak, ami mai naptól, illetve a mai napig eltelt a rendszerváltozás óta, mint az az időszak, ami a rendszerváltozást megelőzte 1956 óta. Körülbelül egybeesés folytán, vagy miatt szólnék most az utánunk jövőkről, a fiatalokról, akiknek már a rendszerváltozás is csak írott emlék, történelem. Ők beleszülettek az előbb említett szabadságba, függetlenségbe, nekik ez a mindennapjaik része természetes dolognak tűnik. Hát maradjon is az. Vigyázzanak rá, vigyázzatok rá. Vigyázzatok, mert ma is vannak, akik birodalmakban, nemzetek kohéziójában gondolkodnak. Ez a feladat már jó részt a tiétek, a ti felelősségetek. És ha valami nem jó irányba halad, akkor azon már nektek kell javítani, már a ti munkátok kell, hogy legyen ez a munka. A jövő alakításakor döntéseitekben ne feledjétek, hogy hányszor és hányan hoztak már áldozatot veletek egykorúak is annak idején a függetlenség és szabadság eszmének az oltárán. Ne feledjétek, hogy mi volt 1956. A Mohács 56-osok emlékét 1996 óta őrzi feliratos kőtömb a Hősök parkjában, itt, ezen az emlékműben. Mi az utódok, és velünk együtt ti fiatalok, emlékezünk hát a példát mutató helyi és országosan ismert vagy ismeretlen hősökre, a megtorlások áldozataira. Helyezzük el koszorúinkat, hajtsunk fejet. És idézzük fel dr. Csúcs László, a város egykori főorvosa, 56-ban elmondott beszédéből az alábbi mondatot. Szabad, független, jövőnket magunk építő nép legyünk, mely tudja, hogy országot megtartani, erősét tenni dolgos és nem véres kezek kellenek. Emlékezzünk hát e gondolatokkal az 56-osokra, és emlékezzünk értük úgy, hogy az ünnep elmúltával, a szürke hétköznapokon, pártállástól, nemzetiség és vallási hovatartozástól, egyéb különbözőségeinktől, mindentől függetlenül egyszerűen csak tegyük a dolgunkat. Csak pontosan, szépen. A másikkal szembeni tisztelettel, megbecsüléssel, elfogadással, ha kell segítségnyújtásával, együttműködve. De mindenképpen vádaskodások, hazugságok, és főként bántalom, erőszak és vérontás nélkül. Így élves dolgozva, saját boldogulásunk mellett részesei lehetünk szűkebb környezetünk, településünk további fejlődésének, az ország erősödésének, és reménykedhetünk egy békésebb,
kor elvivetelében is. Gyertek, fiúk, ne féljetek, hadd tegyük még emlékezetesebbé! Az 1956-os emlékmű rongálása a bűn, a múlt meggyalázása. Ugyan már, kit érdekel a múlt? 2023-at írunk. Az internet és okostelefonok világában élünk. Miért kellene tisztelnünk az ilyen emlékhelyeket, vagy mit? Fiatalember, tudja maga, mi történt 56-ban? Hallott már maga a szabadságharcról, majd az azt követő megtorlásokról, büntetésekről, kínzásokról és kivégzésekről? Talán tanulhatna is belőle. Hallott maga Mászfeld Péterről és Tóth Ilonáról? Éppen annyi idősek voltak, mint maga, kivégezték őket, pedig csak a szabadságra vágytak. Tiszteld a múltat, hogy éltesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Benne sor, hogy tiszteld a múltat, és éltesd tovább. Mert különben, hogy van? Ha majd nem lesz a lelkekben sötét zavar, akkor benned is megszólal újra a nal. Tudom, felismered majd a harmóniát, velem éneklett te is a lélek dalát. A milliók hirdetik a nagy ámítást, te ki vagy? Az őrangyalod vagyok. Gyere velem, és elvezetlek a láthatatlan hídon a múltba, hogy megértsd, miért jár az ősöknek a tisztelet. Nézd, mi lett volna, ha akkor élsz, és akkor rongálsz. A híd legenda, a híd csend. A múltból a jövőnek üzen. A híd kinyújtott kéz történelmet mesél. A híd megérint, s átérsz, évszázadokat is talán. A híd összeköti azt, mit elválasztott emberi határ. A híd baráti szó, mely tátongó mélységet ível át, ha a híd fölött angyal száll, lelked segíti át, hogy eljuthass a rosszból a jóba. Magad légy, ha elindulsz a hídon át. Magadból magad felé megtalálod, mit kerestél, hiába húzza mély. A pokol, hol csonkahidakat látsz, mint bombák zúztak szét, hol emberek öltek embert vallásokért. Átvezet téged a híd, a túlsó partra érsz. Ez a te átkelőd, a te hidad, mit építettél, csak a tiéd mégis mindenkié. Yeah.
népbíróság szólítja Szabót. Neve? Szabó Péter. Vádoljuk kémkedéssel, rendszer elleni uszítással, a népköztársaság elleni szervezkedéssel, hivatalos személy elleni erőszakkal. Ítélet, 20 év szigorított fegyház, azonnal letöltendő, felebezésnek helye nincs. Vigyék! Neve? Szántó Anna. Vádoljuk kémkedéssel, rendszer elleni uszítással, okmányok meghamisításával. Ítélet, életfogytiglani fegyház. Fellebezésnek helye nincsen. A népbíróság szólítja Tótot. Neve? Tóth Mihály. Vádoljuk rendszer elleni uszítással, hazaárulással, a kommunista rendszer elleni rázutással, kémkedéssel. Ítélet, halál. Fellebbezésnek helye nincsen. Elvezetni. A népbíróság szólítja Huszárt. Neve? 2345-ös fogoly. Nem pofázik. Nem itt tartanánk, ha hajlandó lett volna őszinte vallomást tenni. A vádlott elleni további vádak. A szovjet hatalom elleni uszítás, kémkedés, ellenforradalmi konspiráció Tóth Mihály vádlottal a fennálló népi demokratikus köztársaság ellen. Ez szintiszta hazugság. Én őt nem is ismerem. Soha sem találkoztam vele. Ítélet, 20 év kényszermunka a kőbányában. Elvezetni. Állj, milyen kabátot visel? A kedvenc bőrcsekim. Semmi köze hozzá. Bőrcseki, mocskos burzsúj, a nép ellensége, fasiszta kém, elkobozni. Ijés Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság van nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében. De mi történik itt? 1949-től a kommunista hatalom átvétel után megkezdődött a magyar társadalom és gazdaság szovjetizálása, a totális sztálini típusú diktatúra kiépítése. A célok megvalósítása érdekében terrort alkalmaztak. Az osztályharc fokozódására hivatkozva több százezer ember ellen folyt eljárás, több tízezer ember került börtönbe, internáló vagy munkatáborba. A terror főszerve az 1948-ban létrehozott Államvédelmi Hatóság, AVH volt, amely közvetlenül Rákosi felügyelete alá tartozott Péter Gábor vezetésével. Egyre többen követelték a törvénytelenségek feltárását, a felelősök, Rákosi és Gerő Ernő felelősségre vonását, és a politikai átalakulást.
sárga rózsa. Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk. Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk. Minden álmunk. Miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok köz veled lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. Kassák Lajos szerint 1956-ban. Sejteni sem lehetett, hogy mi készül és feszül a közömbösnek látszó ábrázatok és hümmögő szóváltások között. Halálszaga volt az életnek, s íme lám csordultig telt a pohár, s olyan energiák szabadultak fel, amik az egész emberi világot megrázkódtatták. 10 millió hivatalos gyújtogató lélek lángra lobbant. Magyarok madara, segítsed a néped, simogasd a hittel, kiutadra léped. Ne légyen az úton múlt veszélytő homály, ragyogjon a fényed, repülj turul madár. Szárnyaiddal érintsd, érintsd meg az eget, óvjad és vezessed magyar nemzetedet. Úgy sarjad a növény, ha időben vetünk, véled légyen boldog, s termő az életünk. Magyarok madara, segítsed a néped, simogasd a hittel, kiutadra léped. Ne légyen az úton múlt veszélytő homály, ragyogjon a fényed, repülj turul madár. 1956 nyarán a szovjet töm más országaiban nőtt a feszültség. Lengyelországban munkás felkelés tört ki, melyet a szovjet vezetés nagyon hamar felszámolt. Október 22-én a Budapesti Műegyetem ifjúsága 16 pontban foglalta össze legfontosabb követeléseit. Október 23-ra békés tüntetés kezdődött Pesten. A tüntetés során már megjelent a forradalom egyik jelképe, a lyukas nemzeti zászló, amelyből eltávolították a szovjet mintájú sarlókalapács búzakalász motivumos államcímert. A rádió épületénél ezt követően bontakoztak ki az első összecsapások, a tüntetők és az épületet védelmező AVH-sok között itt dördültek el az első lövések.
a diktatúra jelképének számító sztálini szobrot ledöntötték. Tegnap még sejmes szőke hajat simogatta szelíd anyai kéz. Ma fegyverrel a kezedben a barikádra mész. Tegnap még féltél az iskolában, hogy a leckét nem tudod jól. Ma orosz túlerővel szemben a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál, vézna, kékszemű gyerek. Bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Olcsó mackó ruhát viseltél, megtalpalt iskolacipőt. Emléked azóta már csodás legendává nőtt. Mert soha, soha a világon még nem harcolt ilyen sereg. Halált megvető bátorsággal, ennyi gyerek, magyar gyerek. Szemben az orosz tankokkal, mely mint dübörgő halál, pillanatonként százakat irgalmatlanul lekaszál. Drága kis testeken gázol páncérszörnyek hernyótalpa, szovjet tankokra vértapad, és ott feküsztök halva, halva. Megölték a gyerekeinket, a hősöket, mert szembeszálltak. Bolsevista bitangok hada nemzetgyilkossá váltak. Ezt a vért nem mossa le évezredek ítélő széke, és egy napon fegyvert ragad a világnak minden népe. Példát vesz rólad kisfiú, te vézna iskolás gyerek, aki beszóltál a konyhába, anyu, most tüntetni megyek. Ez a haza a magyar haza! Minden orosz, menjen haza! Én a lengyel munkáspár! Fejjel a falnak! Várni kell! Elég! Nem a danak meleget, a föld kivett, árnyék követ! Elég! Hallgatunk már eleget, van büszkeség és becsület még! Elég! Mi jöhet még? Édesanyád, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát.
itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet a nagy világon, e kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, s itt volt mindig az otthonod, s most itt mondják neked, elvakult sötét lelki ostobák, keres magadnak máshol hazát. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek, ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemet. A Kölcsey és Vörös Marti nyelvén szól az éneket. A nagy világon e kívül nincs máshol helyed. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel, szabad madár, érted is szól a harang már. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak A népbíróság szólítja Huszárt. Neve? Na ne is mondja. 2345-ös elítélt. Hát ismét találkozunk. Szökés a kőbányából. Szabadság. Kossuth tér. Bem szobor. Sztálin szobor ledöntése. Ez már nem életfogytiglan. Ez már halál.
meséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Mint a villámtépte magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint porba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk, mi egy vérből valók. Na, gyere, most már eleget láttál. Láttad a kint és a gyötrelmet, és láthattad a csodát. Talán elég volt a tanulásból. Térjünk vissza a jelenbe. Tiszteld a múltat és az őseidet, mert ők a te szabadságodért harcoltak és adták életüket.
Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt. Egy nép, amely elhult. Hol volt, hol nem volt. Se élő, se holt. Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett. Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami. Hogy valami volt, s ez a szabadság, és hogy futott előle a gazság. Pattant ránk szorított bilincs, amikor utcára lépett a sok neve nincs. A sokat emlegetett nép, aki látta, felejtetetlen a kép. Ahogy ott vonult, ahogy a veres csillag az utcára hult, ahogy dőlt a szobor, s még dőltében is ölt, ahogy egy nép ellen fordult a gyilkos tőre, s aki addig nem hitte, láthatta, hogy gyilkosa is ő nem csak őre. Azt hitted, véget ért a rabság, s hogy elérkezik végre a szabadság, és hogy mert szabad vagy, a jövődet is visszaadják. A csillag lehult, a nap ragyog. Azt hitted, kis magyar, hogy elnézik neked a nagyok? Nem kértél sokat, csak életed, s balgán azt hitted, hogy ellenértéknek beszámíthatják talán a véredet. Vér, vár. Vér, vád. Vér, ver. Aléltan elhever. A puszta föld. Ököl, szorít, elernyed. Földedbe bevernek, mint jelzőkarót. Élethosszig fizeteted ezt az adót. Jön a defterdár, s tőle megtudod, néhány szép napért mennyi az ár? Mi volt az életed? Hiába kérdezed. Ahogy a helyed nézed népeknek sorában, légy büszke arra, ha csak kicsin kokárda vagy, világnak gombjukában. Téri hősi emlékműnél, amely az 1956-os forradalom áldozatainak is emléket állít, koszorút helyeztek el Mohácsváros önkormányzata nevében Pávkovics Gábor polgármester, Cserdi Áron és dr. Csizmadia Csaba a polgármesterek, a nemzetiségi grémiumok képviselői, a Mohácsi járási hivatal, a rendőrkapitányság, valamint oktatási intézmények és civil szerveződések delegáltjai. Idén 8. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei cigányprímások és zenekarok fesztiválját. A cigányvarázs elnevezésű program nyitókoncertjének 2021 után idén is Mohács volt a házigazdája. Az október 14-i rendezvénynek a Deák tér adott otthont. Ahogy két évvel ezelőtt, most is a villámcsárdás hangjaival kezdődött a cigány varázsnyitó koncertje.
és idén is az ifjabb Sárközi Lajos hegedűművész főprímás vezette Raj Nemzeti Cigány Művészegyüttes zenekarának előadásában élvezhette a hallgatóság a nyitó darabot. A Cigányvarázs elnevezésű programsorozat létrehozásának elsődleges célja volt a kultúrán keresztül megismertetni a közönséggel a cigányság értékeit, gazdag múltját, művészetét, zenei örökségét. De cigány testvéreink között vagyunk, többségi társadalom tagjai között, és a nagyon sok öt nemzetiségi testvéreink között. Ez egy igazi nemzetiségi centrum, központ. Itt örülünk egymás kultúrájának, művészetének és szépségének. Hát most a roma kultúra mutatja meg azokat az értékeket, amivel rendelkezik. De egy biztos, hölgyeim és uraim, önök a magyarországi cigány zene társadalomnak a legmagasabb szintű muzsikusait és produktumait fogják megismerni. Radó József fesztivál igazgató bevezető szavai után a székesfehérvári Alba Régia szimfonikus zenekar kamaraegyüttesének játékát élvezhette a nézőközönség Bondor Erika hegedű művész vezetésével. A zene után a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára Závogyán Magdolna köszöntő gondolatait tolmácsolta Bondor Erika hegedűművész. Cigányvarázs 8. Kárpát-medencei cigányprímások és zenekarok fesztiválja 2023. Egy idézettel kezdi. S van a művészetben valami elbűvölő varázs, mely az idegent is magával ragadja. E cigány bandáknak legtöbbje beutazta a külföldet is. Jó fogadásban részesültek Párizsban, Londonban, még az óceánon túl is, de azért csak visszakívánkoztak haza, mert másutt talán jobban megbecsülik, jobban megfizetik a cigányművészt, de úgy nem szeretik, mint Magyarországon. Jókai Mór szavait idézte az államtitkár asszony. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Cigányvarázs 8. Kárpát-medencei cigányprímások és zenekarok fesztiválja alkalmából. A legnagyobb örömmel képviselem a kultúráért felelős tárcát szavaimmal, mert hiszem, hogy ez a rendezvény kiemelt helyet foglal el a tematikus fesztiválok palettáján. A cigányzene
a cigány muzsikus formáció féltve őrzött és ápolt kincse nemzeti kulturális örökségünknek. Élő bizonyosság arra nézve, hogy képesek a nemes hagyományok évszázadokon át megújulni és megtalálni helyüket a történelem változó díszletei között. A cigányzene a magyar emberek szívének legmélyén vert tanyát. A családok hétköznapi életének szerves részévé vált. Jeles magánesemények, színpadi produkciók, fesztiválok keretében találkozhatunk a cigány muzsikusok lenyűgözően virtuóz játékával, amely valóban szívtől szívig és lélektől lélekig szól. A cigány muzsikusok a kezdetektől viszik hazánk jó hírét szerte a világba, ahogy erről Jókai is megemlékezik az idézett szavakkal. Szükséges és fontos a cigányvaráshoz hasonló kiemelt eseményekkel ráirányítani a figyelmet kultúránk e-büszkeségére, hiszen a magyarországi cigányság értékeinek tudatosítása és fénybetartása nemzeti érdek és identitásunk fontos alkotóeleme. Örömteli tapasztalni, hogy sok gyermek és fiatal választja e nehéz, ám gyönyörű muzsikus hivatást és életformát. Minden lehetséges eszközzel fókuszálni kell ezért a tehetségkutatásra és gondozásra, illetve a jelen fesztiválhoz hasonló léptékű rendezvények előremozdítására, mindez az ősi tudás átörökítésének fontos záloga. Szeretettel gratulálok az Esélye a 21. században művészeti, oktatási, kulturális, közéleti alapítvány a MOKKA vezetőinek és munkatársainak áldozatos munkájukhoz és sikereikhez. Minden résztvevőnek, szervezőnek és kedves vendégnek felejthetetlen élményt, töretlen hitet, lelkesedést és jó egészséget kívánok. Nagyra becsüléssel Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár. Yeah.
köszönöm a drága zenekarnak, Maestrónak. Köszönjük szépen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Mohácsváros önkormányzata és képviselőtestülete nevében. Szeretném köszönteni művész urakat, hölgyeket, és külön tisztelettel Radu József barátunkat, aki ismét elhozta a varást Mohácsra. Azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy a világ közepe az a Kárpát-medence. És erről sokszor sokat beszéltek már különböző tudósok, gondolkodók, és én azt gondolom, hogy a világ mostani alakulása pont azt fogja bizonyítani, hogy ez a tézis, ez igaz. Hogy a Kárpát-medence a világ középpontja. És a Kárpát-medencének van még egy különleges helye, amit úgy hívunk, hogy Mohács. Talán sokan emlékeznek rá, és tudják is, hogy nem olyan sokára a Mohácsi csata 500 éves évfordulójára készülünk, és amikor a török végigdúlta az országot, akkor ez a vidék ez elnéptelenedett, és hosszú-hosszú időnek kellett eltennie ahhoz, hogy ez a vidék újra betelepüljön, és különböző, különleges nációk jöttek ide. Jöttek romák, németek, horvátok, a dunamenti svábok megjelentek, és a szerbek. És ez a sokszínűség, ez valahol egy egyéfort és egy olyan különleges kohéziót hozott létre, aminek az eredményét mi most nap mint nap megtapasztaljuk városunkban. Valamelyik rendezvény, nem is olyan régen rendezvényen, amikor pár gondolatot elmondtam, akkor megfogalmaztam azt, hogy Mohácsot a Jóisten a tenyerén hordozza. És ezt elmondtam sokszor már azóta. És ez a rendezvény, ez ékes példája annak, hogy itt különleges dolgok történnek. Különleges az, amikor a nemzetiségi önkormányzataink megrendezik a helyi szokásos rendezvényeiket. Különleges dolog az, amikor társaságok alakulnak 50 évvel ezelőtt, 35 évvel ezelőtt, most célzok a nemzetiségi néptánc együtteseinkre, és különleges dolog az, amikor Kovács István barátom elnök úr segédletével immár második alkalommal jön el hozzánk a Kárpát-medencei prímások varázsa. Ezzel Mohácsvárosunk jelentőségét szimbolizáljuk. Úgy tudom, hogy 8. alkalommal kerül ez megrendezésre, és második alkalommal vagytok itt Józsi nálunk. Lehet, hogy a harmadik. Ez a rendezvény, ez nem csak a mi településünknek fontos, hanem az egész Kárpát-medencének, és a mögöttem lévő világszintű művészek azt a varást hozzák el nekünk, amelyet Mohácsváros megérdemel. És a későbbiekben is meg fogja érdemelni, mert mi közösségünk példát mutat összefogásban a világnak, Magyarországnak és egész Európának, amire pedig egyre nagyobb szükségünk van. Én szeretném kívánni azt Önöknek, hogy ezt a csodálatos rendezvényt az elejétől kezdve a legutolsó pillanatig élvezzék. Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy elhozták városunkba ezt a rendezvényt. Külön köszönet Radu József barátomnak, hogy ismét ránk gondolt, és szeretném kérni a művészeknek, hogy adjanak bele mindent, mert ez a mi közönségünk, a mi városunk megérdemli, hogy ilyen varázsban legyen része. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A nyitókoncert a délután folyamán a program további fellépőivel, magyar és cigánynóta énekesekkel, táncosokkal és kiváló zenével folytatódott.
Kedves nézőink, ennyi félt ma esti magazin műsorunkba. Legközelebb jövő héten szerdán, akkor már novemberben jelentkezünk ismét a viszontlátásra.